Drágulnak az üdítők. Mától 50 forintot érnek a palackok, érdemes lesz visszaváltani. Egészséges utcák. A Böszörményi út teljes megújításához készült újabb tanulmány. Támogatott munkák. A költségvetés forrásokat biztosít a diákok nyári foglalkoztatásához. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor, üdvözlöm Önöket! Július 1-től már nem hozhatnak forgalomba olyan italos palackokat, illetve csomagolást, amelyek nem tartalmazzák a visszaváltási logót. A MOHU évelején elkezdte a visszaváltó automaták telepítését, azonban a magyar gyártók fél éves csúszást kértek az uniós szabályok bevezetéséhez. Európában már több országban bevezették a palack visszaváltást, és azóta azok 90%-a kerül az újrahasznosító cégekhez. Nálunk a július 1-e előtt palackozott italok esetén előfordul, hogy a palackon még nem szerepel a visszaváltásra utaló logó, de a készletek kifogyását követően egyre több italt már csak 50 forintos betétdíjjal tudunk megvásárolni. Élhetőbb, egészségesebb utcát szeretnének létrehozni a Hegyvidék főutcájából, a Böszörményi útból. Az önkormányzat ennek érdekében tanulmánytervet is készített, amelyben a környezetvédelem, a zöld felületek, a gyalogosok és a pihenést feltöltődés segítő szolgáltatások élveznek elsőbséget. A tanulmány akár 7,5 milliárdos támogatást is hozhat a leendő kerületvezetésnek. Többek között erről is szó volt a legutóbbi testületi ülésen. Azzal, hogy a kerületek legutolsó kialakításakor a Várnegyedet leválasztották a 12. kerületről, ráadásul a déli pályaudvarral egy áthatolhatatlan falat építettek két városrész közé, a Hegyvidéktől elvették a hajdani városmagját, éppen ezért egy új városmagot, illetve főutcát kell kialakítani itt is. Ez a magyarázata annak, hogy a viszonylag hangulatos, forgalmas és bizonyos keretek között még átalakítható Böszörményi utat és közvetlen környezetét szeretnék városközponttá alakítani. Az önkormányzat másfél évtizede dolgozik ezen, és most egy pályázat kapcsán készült el egy új koncepcióterv, az Egészséges utcák, a Böszörményi út, mint a Hegyvidék főutcája címmel. A kerületi főépítész ennek a hátteréről is beszélt a legutóbbi testületi ülésen. Ennek az a lényege, hogy a városi közterületet, a közlekedés fejlesztés célrendszerét az ember egészségi állapotának, életminőségének javítási érdekére ennek figyelembevételével fókuszálja. Egy Lucy Sanders nevezető brit egészségügyi és közlekedési szakértő dolgozta ki Londonban egy ilyen sajátos indikátorsort erre, ez 10 szempontot határoz meg. Hogyha érdekes, akkor az összeset fel tudom sorolni, de mondjuk lényegében tiszta levegő, árnyékos védett helyek kialakítása, sétálásra alkalmas területek, könnyű átkelési lehetőségek, lehetőleg kevés zaj, tehát ilyen jellegű célpontokat tűz ki, annak érdekében, hogy minél kedvezőbb legyen az emberek számára, jobban használható az utca, tehát jobb legyen az életminőség. A Böszörményi út fejlesztése az úgynevezett integrált településfejlesztési stratégiában is szerepelt, sőt a BKK az út komplett felújításához engedélyezési és kivitelezési tervet is készítetett, de forráshiány miatt ezeket végül a főváros nem tudta finanszírozni. Ám a térközpályázat támogatásával ennek a nagy tervnek néhány elemét mégis sikerült megoldani. A Városháza tér volt az első olyan lényegi eleme, ami én azt gondolom, hogy városépítészetileg teljesen érzékelhető minőségi javítást okozott itt a környéken. Ugye a Kis János Altábornagy utca szakaszos leszárásával, az önkormányzat előtti parkolóknak a megszüntetésével egy olyan tér alakult ki, amit azóta is nagyon jól használnak és szeretnek az emberek. Piacokat tudunk, közösségi funkciókat ide engedni. Ennek a keretében egy másik térközpályázatban tudott megvalósulni a kulturális szalon, ez is nagyon fontos közösségi életnek biztosító, vagy közösségi életet biztosító hely, ahol nagyon sokan járnak és szeretik használni, itt a termelői piac, illetve a legutóbbi években a térköz portál programmal foglalkoztunk, hogy üzleteknek a portáljait újítottuk fel, alakítottuk át. És ide tartozik a Hollós és Simon utcai játszótérnek a megvalósításai. Egy nemrég kiírt pályázathoz most külső szakértők bevonásával készült egy új anyag, amely tükrözi a főépítész és az önkormányzat szándékait is. Élhetőbb utcát szeretnénk gyalogos prioritással,
közösségi tereket minél többet, ahol az embereknek találkozási pontot tudunk biztosítani, több zöld felületet, biztonságosabb közlekedést. Úgy szeretnénk a gyalogos átkelést lehetővé tenni, hogy ne kelljen a járda magasságából lelépni a gyalogosnak, tehát ő fog elsőbséget élvezni a csomópontnál. Mikroklímajavítást szeretnénk ezzel elérni, kevesebb emissziót, kevesebb zajt. Amit a pályázatról ezen a ponton szerintem tudni érdemes mindenképp, hogy ilyenkor az a önkormányzatoknak a feladata, hogy elkészítsenek egy koncepciót, amit először be kell nyújtani egy összevont tervzsűrire. Ezt június 17-én az önkormányzat megtette. Magáról a pályázatról, illetve annak feltételrendszeréről és finanszírozásáról Pokorni Zoltán beszélt. Fővárosi és kormányzati pályázat, egészséges utcák. Önrészt nem kell fizetni, 2,5 milliárd forintot kap az önkormányzat. 15 éve foglalkozunk a Beszörményi út fejlesztésével, Tarlós István idején egy teljes és átfogó rekonstrukciós terv készült, ami a közlekedési pályát, villamossíneket, járdát, előkerteket is felölelte. Karácsony főpolgármester úr volt kedves ezt a programot lehúzni. Ezután az önkormányzat a maga forrásából megvalósította a Városháza teret, illetve a portál programot. Most lehetőség nyílik ennek a korábbi tervnek újragondolására, felfrissítésére, és 2,5 milliárd forint erejéig a megvalósítására. Ennek a részleteit kidolgoztuk, benyújtottuk. Az előzetes értékelést követően a zsűri ajánlásokat fogalmaz meg a koncepció készítőinek, és annak alapján kell bizonyos módosításokat átvezetni, illetve szeptember végéig benyújtani a tervet, amelyet már az új önkormányzatnak kell megvalósítani. A mostani koncepció készítője a meglehetősen szűkre szabott tervezési lehetőségekről beszélt, amelyet a Böszörményi út, illetve az infrastruktúra jelenlegi állapota adott. Brutális a kényszerpálya rendszer. Egy lineáris tervezési elem területről van szó, amit telekhatárok, útépítési szabványok és lineáris közművek védőtávol, jogi védőtávolságai által nagyon determináltak. Ennek én nem örülök. Tehát sokkal jobb egy szabadabb felületen alkotni formai értelemben is, sokkal kedvezőbb, kedvesebb formakincs alakítható ki. Ugyanakkor ezek a dolgok, és ezek a faelhelyezések, és például ezeknek a zöldsávoknak a lehatároltsága, ez a hely igényből adódóan sajnos így maximalizálható. Vagyis az alakítható terület kis mérete azt is meghatározza, hogy játékos formákkal nem nagyon operálhatnak a tervezők. A terület kihasználása érdekében a szögletes megoldásokat kell előnyben részesíteni. Hát az a célja a pályázatnak, hogy ez a lineáris haladó rendszer ez ilyen legyen. A berendezési tárgyak esetén abszolút törekedni lehet, kell, egyébként nagyon a koncepciótervhez képest nagyon késői folyamat, tehát effektíve tenderezési folyamat, kiválasztani egy design bútorzatot. Meg kell beszélni fenntartóval, mondjuk egy buszmegálló esetén, egy buszmegálló építmény esetén, például ezeket a átkozott ronda, de sajnos parkolást Budapesten gátló poller elemeket, ezeket kihelyezett és nem négyzetes, hanem kör alakú dézsákkal próbáltuk meg megoldani. Tehát erre van törekvés, és szerintem ez a tervezésnek ebben a innentől majd következő szakaszában lehet egy szempont, és lehet ebbe az irányba elmozdulni. Ez most itt tart, ez egy vélemény, lehet ebbe az irányba tovább tolni. A koncepciótervben ugyan nem szerepelt a Böszörményi úton lévő portálok, illetve előkertek és üzletek képének összehangolása, ám az önkormányzat szakértői szerint az ott élő vagy üzlettel rendelkező lakók együttműködésére mindenképpen szükség lesz, hogy a Böszörményi útból valóban a Hegyvidék főutcája legyen. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai az illegális dohánytermékek egészségügyi veszélyeire és vásárlásuk jogkövetkezményeire hívták fel általános és középiskolások figyelmét az országjáró körútjaikon.
A hivatal szakértői általános és középiskolásokat kerestek fel Budapesten és néhány vidéki városban, és elmondták a fiataloknak, hogy dohánytermékeket Magyarországon csak dohányboltokban lehet venni, az ízesített elektronikus cigaretták. Például az Elfbar, a Pokobar és a Nutristik Magyarországon illegális, értékesítése szigorúan tilos. A NAV szigorú és átfogó ellenőrzést ígér ezen a területen. A diákmunkákat közvetítő cégek szerint a fiatalok jelentős része már elkezdte a felkészülést a nyári munkára, vagyis több regisztrációval, illetve folyamatos kapcsolattartással próbálják javítani a pozíciókat a nappali tagozatos diákok. Igazán jó munkát egyre nehezebben találnak a fiatalok, ám azt a kormány is támogatja, hogy minél többen el tudjanak helyezkedni, akár tanulmányaiknak, illetve leendő képzettségüknek megfelelő munkahelyekre is. Akár a hegyvidéki önkormányzatnál vagy annak cégeinél is dolgozhatnak nyáron azok a diákok, akik jelentkeztek a nyári diákmunkaprogramra. Célja, hogy a nyári hónapokban a munkáltatók a diákmunkásokat részesítsék előnyben, ezért a diákok 2 hónapos foglalkoztatásához bértámogatást kapnak. Idén ez a támogatási összeg 3,8 milliárd forint, amit a kormányhivatalok kiegészíthetnek. Minden évben sikerül ezt a támogatási programot teljesen lehívniuk a munkáltatóknak, sőt ugye a foglalkoztatási alapból van egy központi rész, amit mindig a programra szánunk, és ezeket a központi támogatásokat a megyei kormányhivatalok ki tudják egészíteni még a saját kereteikből, erre is minden évben sor kerül, tehát ebben az évben is már a kormányhivatalok jelezték az igényeket, hogy a nekik jutó központi részen kívül saját forrást is hozzátesznek, tehát így az idei programunkban most már 4,2 milliárd támogatásra van lehetőség. Ez körülbelül 22 ezer diákot jelent. A kereset alakulásának lényeges szempontja, hogy szakképzettséget igényele az adott munkakör. A helyettes államtitkár szerint az önkormányzati szférában szakképzettség esetén havi 200 ezer forint, szakképzettség nélküli munkakörben havi 160 ezer forint felett lehet a nettóbér, míg a versenyszférában 265 ezer és 210 ezer forint körül alakul. Mi alapvetően a minimálbérhez, illetve a garantált minimálbérhez számítjuk a támogatási intenzitásunkat. Az önkormányzatnál történő foglalkoztatás esetében azt mondja a program, hogy legfeljebb 6 órás lehet a foglalkoztatás, és itt a bérnek a 100%-át támogatásként megkapja tőlünk az önkormányzat, vagy az önkormányzati cég. Hogyha nem önkormányzatról beszélünk, tehát a versenyszférában bármelyik cégnél a munkáltatónak 75%-át adjuk a bérnek, itt viszont megengedjük már a 8 órás foglalkoztatást. Többféle munkakör is elérhető különféle területeken. A szabad pozíciókról érdemes tájékozódni az önkormányzatoknál, vagy annál a cégnél, ahol a diák dolgozni szeretne. Önkormányzatoknál alapvetően ugye az irodai munkával kapcsolatos munka az, amiben a diákok be tudnak segíteni, de ebbe a kategóriába tartoznak az önkormányzati tulajdonban lévő cégek is, tehát lehet akár a közterületen vagy a gazdasági szervezeteknél munkát végezni, illetve az egyházi intézmények is. A versenyszférában pedig a támogatott ágazataink a vendéglátás, turizmus, mezőgazdaság és az idén először az erdőgazdálkodás. A programban azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok és egyetemi hallgatók vehetnek részt, akik nem állnak munkaviszonyban. A nyári diákmunka Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben a legnépszerűbb. Budapesten tavaly 800 diák vett részt benne, 77 munkáltatónál. Budapest több kerületében és 14 vármegye 322 településén csaknem 88 ezer hektáron gyérítik a héten a szúnyogokat. Ezt közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Budán főleg a 3. és a 22. kerületben, valamint végig a Duna mentén, azaz a sziget közben, Komáromnál a Dunakanyar településein, a Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja és Mohács térségében írtják kémiai módszerrel a szúnyogokat. Az árhullámot követő fokozott szúnyogártalom miatt az országos tiszti főorvos több településen is engedélyezte a légi kémiai szúnyoggyérítést. Önök a Budai Híradót látták, híreinket visszanézhetik a hegyvidéktv.hu-n. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, holnap is várom Önöket friss hírekkel. Viszontlátásra!